akarsz felnőni, kicsim? Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig gréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Biztos elfáradtatok a nagy meccsen. Gyertek mellém, meseidő van. Ezt nézzétek, Gályú is focizik. A mai mesénk címe Gályú nagy lövése. Gályú nagyon izgatott volt, mert barátját Andrét várta focizni. Gályú, mi ez a lárma? Mit csinálsz? Gályú, mit csinálsz? Semmit. Semmit? Ma jön át André. Tudom. És focizni fogunk. André a legjobb focista az egész világon. Igen, kicsim, tudom. De a házban nem szabad labdázni, ugye tudod? Tudom, anya. Gályú gyakorolni akart, mielőtt André megérkezik. Gályú, nézd, ki van itt! Szia, André! Ez az! Gyerünk, Gályú! Ez az, ügyes vagy! Igen! Kapd el! Kapd el! Igen, megvan! Hűha! André, te aztán jól játszol! Gályú olyan jól akart játszani, ahogy André. Nem tetszik ez a játék. Emlékszel a korcsolyázásra? Igen. Nos, sokat kellett gyakorolnod, mire jól ment, ugye? Tessék, próbáld meg újra. Gályú szomorú lett. Meg akarta mutatni Andrénak, milyen jól focizik. De valahogy mindig mellé rugott. Nem akarok tovább játszani! Gyerünk, Gályú, menni fog! Nem megy, túl nehéz! Csak még egyszer! Gályú! Gályú megpróbálta még egyszer. Gályú, menni fog! Rendben! Rozi! Mi is játszunk, jó? Most, hogy eltalálta a labdát, Gályú igazi focistának érezte magát. Meséljek nektek, gyerekek! Nézzük, hogy mit csinált ma Gályú. Ó, ez érdekesnek tűnik. A mai mesénk címe Gályú felfedezi a dzsungelt. Segítenél a kertben, Gályú? Igen, anya. Tessék, ez megvéd a naptól. Szia, Gályú! Szia, Sara! Megöntöznéd a virágokat, Gályú? Én megmetszem a rózsát. Oh!
eső lesz. Úgy tűnik, mégsem kell locsolnod. Sara! Oh. Hello, Caillou! Nézd keresztül ezen! Mi ez? Nagyítónak hívják. Csak óvatosan, mert törékeny. Az mit jelent? Azt, hogy könnyen eltörik. És hogyan működik? Az apró dolgokat felnagyítja. Ó! Nagyobbnak látszik benne a szemed. És a te orrod is, Sara. Van egy ötletem. Játszunk dzsungelfelfedezőset a nagyítóval. Az milyen játék? Úgy teszünk, mint a dzsungelt vizsgálnánk, és közben mindent a nagyítóval nézünk meg. Hű! Nézd! Egy hatalmas dzsungelszörny! Sarának igaza volt. A százlábú épp olyan volt, mint egy szörny. Ó, hű! Akkora, mint egy madár! Elrepült! Itt már túl sűrű a dzsungel. Én nem tudok tovább menni. Én igen, én nem félek. Hajrá! Én itt megvádlak. Caillou a felfedező egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt a dzsungel belsejébe. Elképzelte, hogy Gilbert egy hatalmas üvöltő oroszlán. Gilbert, ne félj! Én vagyok az! Caillou-t meglepte a dörgés. Meg is ijedt egy kicsit. Sara! Sara! Mi történt? Volt valami nagy zaj. Talán a dzsungel dobosai üzentek nekünk valamit. A dzsungel dobosai? Hát, lehettek a dzsungel dobosai, de lehet, hogy csak az ég dörgött. Caillou nagyon izgatott volt, hogy ennyi mindent láthatott a nagyítón keresztül, és még jobban izgatta, amit elképzelt. Anya, láttam egy oroszlánt a dzsungelben. És hallottuk a dzsungel dobosait is. Azok a dobosok üzennek nekünk. Bizony, azt üzenik, hogy ha nem akarunk elázni, akkor gyorsan menjünk be. Nézzétek Caillou jelmezét. Vajon miért öltözött fel így? Ó, igen, tudom már. A mai mesénk címe Caillou előadása. Sziasztok, dínók! Emlékeztek, hogy mit csinálunk ma? Előadást tartunk! Így igaz? Igen! Caillou, Leo és Clementine nagyon izgultak, ugyanis előadásra készültek. Szeretnénk elkészülni, mire ideérnek a szüleitek, úgyhogy kezdjük. Először is a jelmezek. A jelmezes doboz, ez az! A doboz tel is tele volt jelmezekkel. Nézzétek! Kalóz vagyok! Nézzétek, én meg bohóc! Én pedig ijesztő boszorka! Rengeteg gyönyörű jelmez volt a dobozban. Caillou és barátai mindet felszerették volna próbálni. Caillou, te ebbe bújj bele! Te leszel a napocska! Clementine, te virág leszel! És Leo, te esőfelhő leszel! Most találjuk ki a mesét. Én gyönyörű virág vagyok. Valóban az vagy, Clementine. És te ki vagy? Én vagyok a napocska. Tőled van a virágnak melege, és miattad szomjas. Gyerekek, hagyjátok abba, tényleg gyakorolnunk kell. Leo, a naptól nagyon megszomjazott a virág, ezért a felhő ad neki inni. Rendben? Igen. Ez egy nagyszerű műsor lesz. Gyakoroljunk még. Végre eljött az előadás ideje. Csinálj! Na! Na! Na!
Milyen gyönyörű reggel! Remélem, hamar felkel a napocska. Clementine várta, hogy felkeljen a nap, de Caillou nem bújt elő. Remélem, hamar felkel a napocska. Remélem, hamar felkel a napocska. Szia, gyönyörű kis virág, hadd melegítselek fel. A napocska melegétől megszomjaztam. Innom kell valamit. Ekkor megjelent Leo az esőfelhő, és megöntözte a virágot. Köszönöm, esőfelhő! Caillou és barátai nagyon büszkék voltak magukra, amikor hallották a szülők tapsát. Csokit csalunk! Gyertek be, gyerekek! Van valami ma számotokra. Egy mese, aminek a címe Caillou imádja a Halloween-t. Nézzétek csak! Anya, anya, mehetünk már! Nos, lassan igen. Itt az ideje, hogy elkészüljetek. Ez az! Felkészült az astronauta a felszállásra? Majdnem, apa. A műszerek rendben? Igen. Itt a bohóc jelmez, Rozi. Épp ahogy kérted. Rozi bohóc jelmezt szeretett volna, de amikor meglátta, eszébe jutott, hogy régen félt a bohócoktól. Nem akarom. Nem szeretnél halloweenezni? Biztos? Caillou nem akarta elhinni, hogy Rozi nem akart halloweenezni. Rozi, miért nem akar jönni? Rozi fél, mert még túl kicsi a halloweenhez. Nos, ha tényleg nem szeretnél menni, azt hiszem, itthon maradunk. Várj csak, Caillou! Szia, anya! Anya otthon maradt Rozival, hogy Caillou elmehessen az apukájával. Sziasztok! Gyerünk, Caillou! Mire vársz? Menj csak! Emlékszel, hogy mit kell mondani, ugye? Hű, micsoda meglepetés! Nem minden nap kopog be hozzám egy űrhajós. Gyerünk, Caillou! Tudod, mit kell mondani? Csak itt vagy csalunk, Hinkű bácsi! Csak itt vagy csalunk! Köszönöm! Rozi félte jönni halloweenezni, Hinkül bácsi. Sziasztok! Szia, Caillou! Én egy félelmetes szörny vagyok. Én pedig űrhajós. Leo egy szörny. Clementine pedig ápolónő. Nézzétek, mennyi csokim van. Caillou, Leo és Clementine együtt folytatta a halloweenezést. Csokit vagy csalunk! Csokit vagy csalunk! És rengeteg csokit kaptak, mielőtt elindultak haza. A Halloweennek már majdnem vége volt, de egy helyen még nem voltak. Csokit vagy csalunk! Csokit vagy csalunk! Ki lehet ez az ajtóban? Úgy látom, egy űrhajós és a barátai. Én vagyok az. Caillou az! Nos, ha csokit szeretnétek, gyertek be! Szeretem a Halloween-t. Én imádom a Halloween-t. Úgy látom, Caillou piknikezik a barátaival. És éppen erről szól mai mesénk is. A címe Caillou piknikezik. Ezen a gyönyörű napon Caillou piknikezni indult a családjával. Már majdnem ott vagyunk. Igen! Caillou elhívta barátját, Leót is.
Parancsoljatok. Ez minden, azt hiszem. Nem, apa, nem minden. Mi a baj? Elfelejtettem valamit? Igen! Vajon mit? Hát magát a pikniket! Tudom, csak vicceltem. Segítenétek? Ez jó nehéz! A piknik után már nem lesz az. Caillou és Leo vezette a csapatot az erdőben. Olyan, mintha a mesekönyvedben lennénk, a lovagok és sárkányok között, ugye? Igen! Caillou nagyon szeretett piknikezni a családjával. Leóval pedig még élvezetesebb volt, mert evés után tudtak játszani. Ne menjetek messzire! Rendben, apa! Nézd! Ide néz, bátor lovag vagyok, van kardom is! Nézd! Nekem is van kardom! Ez pedig a gonosz sárkány! Ez az! Leküzdjük a gonosz sárkányt! Caillou és Leo élvezte a lovagos sárkányos játékot. Caillou! Leo! Caillou! Leo! Gyertek vissza! De sajnos most nem tartott sokáig. Ó! Oh. Mi a baj? Álljunk meg itt! Rozi fél a dörgéstől. Kicsit olyan, mintha egy sárkány ordítana, nem? Nézd, Rozi! Én egy bátor lovag vagyok! Itt a kardom! Én is az vagyok! Leküzdöttük a sárkányt! Megvédünk! Hűha! Minden rendben van, lovagok? Vannak még sárkányok? Ne féljetek! Megvédünk mindenki! Igen! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.